unalmasak vagytok, mi a bré van itt? Mindjárt hallgatok, inkább egy kis D-Danit. Elindultam handicapben, nem vagyok egy handicapter. Pózolhatnék derrierrel, mint a Berti ember. Sziasztok, a nevem Velsz, és ez pedig itt a Mi van Hip-Hop. Tirpa mai meglepő feat-tel és egy nagyon bolondos koncepcióval állt elő, Tiával karöltve együtt rágyúrnak és szétoltják azokat, akik túlzásba viszik a testépítést, persze csak így görbetükrösbe. Ez lesz a mai téma, hogyha kíváncsiak vagytok, tartsatok velem, de előtte még megnézzük a napzenéjét. Ha bár az kemény, füstös, külön vélemény, de nem vagyok irritársadalmi célú a közlemény. Éppen az ebédhez készültem, amikor jött a YouTube értesítés, megmondom őszintén, egy kicsit félve kattintottam rá, nem tudtam, hogy mire lehet majd számítani, de hát azért Tirpa mégsem nagyon szokott így mellé lőni, úgyhogy rámentem, aztán nézzük meg, hogy mi a pálya. Túl sok a komplexus, az az izomtól nem száll el, 7 centi alatt van az mikrópöcs membráne. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mai délelőtt több férfi felső testet láttam, mint szerettem volna, de talán kárpótoltak a humoros punchline-ok, a raffinált rímek. Mert a pacek piszok helyes, minden izomeres. Én mondanom sem kell, hogy Tirpában most sem lehetett csalódni, és egy kicsit a húsosabb férfiak is úgy érezhetik, hogy valaki végre kiállt mellettük. Tia érezhetően sokat fejlődött King B.A. mellett, annak ellenére, hogy két különböző stílusú emberről van szó, szerintem nagyon jól kiegészítette Tirpának a szövegeit, hozta a frappáns rímeit ő is, szerintem nagyon jól működött a dolog, de javítsatok ki, hogyha tévedek. Igazi köcsök, de hiába gyorsz, aki csi az agyad meg a pöcsök. Egyébként Tiának a szólója, a Faux is éppen a trendingben figyel, ezen érezhetőek a Kim Moore-s behatások, mintha egy Kim Moore tracket hallgatnánk. Ismét a negatívoknak üzen, akár még magamra is vehetném. Oltogatok, aztán segget nyaltok, a baj első jelére cserbe hagytok. Mondjuk itt nyalásról nem igen beszélhetünk, a kis stílus nagyon kontrasztos, és nyilván az én stílusomhoz ez áll közelebb. Itt egy újszülött csecsemő, a tesztoszteron szurítól a Palinak is csecsenő. Hogy őszinte legyek, jó volt már végre egy ilyen poénos nótát hallani, amik nem egy ilyen elcsépelt témakörben készültek, mint például a flexelés, vagy az álmenőzés, stb. Egyébként attól függetlenül, hogy Tia abszolút nem az én stílusom, szerintem ebben ő is oda tette magát, illetve szerintem nem vált kellemetlenni ez a feat senki számára, még esetleg, hogyha a hardcore rajongók úgy is gondolják, szerintem ez a fajta nyitás teljesen rendben van, amikor a régi előadók nyitnak az újak felé, és szerintem addig nincs gond belőle, ameddig ilyen jó zenék születnek. Ó, de menő, súlyt emelő. Ennyi volt már az a videó, vélemények jöhetnek kommentbe, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, nyomogassátok a like gombokat, ajánlgassátok a haveroknak, hogyha támogatnátok a csatorna tagságon keresztül megtehetitek, úgyhogy csekkoljátok le, hogy milyen lehetőségeitek vannak. Sziasztok, én Velsz voltam, hamarosan folytatjuk. Amíg megmászott a rambitre, patintok egy rakétát, gyere ma érd át a brains, de tippin állam a tapétát. Patintok egy rakétát, megmászott a rambitre, patintok egy rakétát. Nem nektek szól. Divat majmoknak, a csíráknak, nyugi.